Jövő hétvégén indul az Arszakra Fesztivál, és hát nyitott templomok éjszakája szeptember 14-e. Szeretettel köszöntöm Dragonics Mártát és Meskó Zsoltot, szervusztok. Egyből kiavítalak, jó reggelt, nyitott templomok napja. Na tessék, az csak egy napja, hát ilyet. Régen éjszakája volt, nem? Igen, az a helyzet, hogy éjszakája volt, úgy kezdtük, de vidéki helyszíneken nem nagyon szerettek éjszakában nyúlóan ünnepelni a templomban, és ezért az lett a nyitott templomok napja, amit természetesen 0-24 órába tart, tehát aki akar éjszakát szervez, aki akar nappal szervez, egész nap lehet. Tehát akkor gyakorlatilag szeptember 14-e a templomokról szól. Ez így van, nálunk, és remélem minél több embernél. Egyébként itt ugye látom is a programfüzetet, amit hoztatok a külön számba a fesztiválról, vannak kiemelt helyszínek is. Így van, a kiemelt helyszínek tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy mi katolikus hívők, tulajdonképpen hónunk alá vegyük, jó, nem hónunk alá, de hogy megszólítsuk nem hívő barátainkat, és azt mondjuk, hogy gyertek el ebbe a hat templomba, mert ebbe a hat templomba kiemelt programok vannak. Kimondottan abból a szempontból állítottuk össze ezeket a programokat, hogy egy nem hívő hogyan tekinthet mondjuk az egyházra, mi az, amit őt érdekelheti. Tehát bemutatjuk a templomunkat klasszikus, mint hogyha idegenvezetés lenne, hogy az az oltár. Az oltár azt jelenti, ezeket, ami nekünk általában, tehát ilyen, már szinte ilyen tolvaj nyelvünk, hogy tudjuk, hogy akkor gyontatószék, ambó, eukarisztia, egy nem hívőnek ez egy rejtjeles beszéd. Elmondjuk, megmutatjuk, kérdésekre válaszolunk, lesznek koncertek, és lesznek beszélgetések mindenhol, olyan kérdésekben, ami azt gondolom, hogy szintén az egész társadalmat izgathatja. Tehát például az, hogy hol van az Isten a betegségben, hol van az Isten a válásban, hol van az Isten a társadalmi egyenlőtlenségben, a gyereknevelésben, hol van az Isten a társadalmi megosztottságban. Tehát azok a kérdések, amik hívőket, nem hívőket egyaránt összekötnek, azokat tettük így a fókuszba, hiszen az a cél, hogy nem a távolodási pontokat keresünk, hanem azt, ami közel hoz minket egymáshoz. És ezt hogy kell elképzelni, hogy itt ez a hat templom, el is mondhatjuk igazából, hogy melyikek nem olyan sok. Igen. A Pasaréti Ferences templom a budai Szent Imre, a belvárosi Szent Anna, ez a Szervita tér, a belvárosi Főpáplánia templom, ugye ez itt a híd mellett, a ferencesek, a ferenciek terén és az egyetemi templom az egyetem téren. Ez azt jelenti, hogy napközben mindegyiknek ott meg kell a programjában, van egy idegenvezetés, Pasaréten több is, koncertek, és mindig ennek a fókuszában ez az esti vagy délutáni beszélgetés van, amelyik meghívott előadók, papok, szerzetesek, világiak tartanak előadást, és aztán ilyen kérdésfelelek természetesen az egész ezekről a kiemelt témákról. Itt az elsődleges cél valóban az, hogy mi magunk váljunk először, tehát hívők nyitott templommá, ahhoz, hogy mi templomaink nyitott templomok lehessenek. Én látom azt most a szervezés közben, hogy ez egy nagyon nagy nehézség azért, azt mondom, egy átlag hívőnek, akár az is, hogy egy ilyen kis szórólapot odaadjon a másiknak, és azt mondja, hogy te gyere nézve a templomunkba, szeptember 14-én nálunk egy nyitott templom lesz. Tehát, hogy így, de azt gondolom, hogy a művészet, ami az egész Arszakrát meghatározza, pont egy olyan nyitott kapu, amin keresztül könnyedébben lehet belépni a mi templomainkba is. Ezzel azzal az egyet tudok érteni, tehát a művészet hívó szava, az mindenkihez eljut, és az nem azt nézi, mert a művészet az mindenkinek saját magába is megszületik valami egy műalkotásról. Tehát az tényleg egy nyitott kapu, ahogy mondod, és megengedi azt, hogy ami szétszakadt, az összejöjjön egybe. Mert nem azt nézzük, hogy te így, meg te úgy, hanem azt nézzük, hogy mi együtt. Tehát igen, ez nagyon jó. És igazából még annyit hozzáfűznék ezekhez a nyitott templomokhoz, hogy mindegyik templomhoz lesz egy ilyen kis rövid városi zarándoklat, amit a Mária út egyesülettel közösen szervezünk, és ezeket a témákat, hogy hol van Isten a háborúban, és így tovább, amiket felsoroltunk, ezeket már útközben is át lehessen elmélkedni. És van olyan templom, ahol nem este lesz, hanem délelőtt ez a beszélgetés, például pont erről a hol van Isten a háborúban Berta Tibor dandártábornok, püspök fog előadást tartani, egy ilyen interaktív előadást az egyetemi templomban, és már útközben lehet hallgatni róla egy podcastot, és ott pedig személyes kérdéseinket feltehetjük. Lesznek ilyen pontok, ahonnan indulnak az arándokok? Igen, igen, az Arszakra honlapján lehet látni, hogy melyik nyitott templomhoz, melyik kiemelt nyitott templomhoz, honnan fogunk indulni,
és vannak olyan helyszínek, például a Városmajori Jézus Szíve templom, ahol Forgács Alajos plébános atya bevállalta azt, hogy megáldja az induló zarándokokat, akik Pasarétre indulnak, Csuka János pálos szerzetes pedig elvállalta, hogy megáldja azokat a zarándokokat, akik a belvárosi főplébániába indulnak. És Csatári Biborka református lelkész, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt pedig elvállalta, hogy megáldja azokat a zarándokokat, akik onnan indulnak. Azt látom, hogy a hétköznapokban nagyon sokszor egy nem hívő, úgymond csak a problémás oldalával találkozik a katolikus egyházzal. Tehát, hogy megint egy újabb botrány, Pázmány kampusz, nem tudom én, Szabadsághegyi kereszt, stb. Tehát szinte már úgy tűnik, mintha ez a katolikus egyház ez egy ilyen probléma gyártó szervezet lenne, amit persze természetesen a média felerősít. Azt gondolom, ez az Arszakra Fesztivál, és azon belül is a Nyitott Templomok Napja, az pontosan alkalmas arra, hogy a hívők meg tudják mutatni a saját ismerőseiknek, barátaitoknak, hogy te gyertek már, tulajdonképpen erről szól az egyház. Tehát, hogy ez az igazi mi arcunk. Mert azért egy misére behívni valakit, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy mármint ha nem hívő az illető, tehát nem a misével kell kezdeni a dolgot. De ez, hogy ott vagyunk a templomainkban, barátságosan kitárjuk az ajtót, mosolygunk, mindenki bejön, kezet fogunk fel, és akkor válaszolunk a kérdéseikre, elmutogatjuk, hogy ez a mi otthonunk tulajdonképpen, mint hogyha egy otthonlátogatásra hívnánk ismeretlen ismerőseinket, akikkel azért Jézusban és Istenben testvérek vagyunk. Azt gondolom, hogy ez pont az arc az egyháznak, amire Jézus hív minket, hogy tegyétek tanítványom az egész világot, és vigyétek el a szeretetet. Tehát ez egy remek alkalom. És akkor azt lehet mondani, hogy a botrányok az a média, és egyébként meg itt az egyház, ami teszi a dolgát. És hát igen, ez, amit mondtál is, hogy otthonunk a templom, ez tényleg nekünk természetes, de mondjuk egy átlagembernek erről mesélni lehet, hogy tényleg furcsán nézi csád. Hát azért kell elmesélni azt, hogy mi van. Tehát hogy az jutott eszembe erről most, hogy amikor vendégségben jönnek hozzánk, akkor először mindenkinek megmutatjuk a lakást. Mert úgy érdeklődnek, hogy hol laktok? Vagy azt, hát itt van a gyerekszoba, nézzétek ezek, ó, milyen jó konyhátok van. Ah, igen, ezt a feleségem tervezte. És a többi, gyertek, aztán üljünk le ide a nappaliba. Tehát, hogy így, és akkor ugyanezt, hogy bejövünk, hogy miért van lépcső a templom előtt? Miért van lépcső az oltárnál? Ilyennek van jelentése. Fölmegyünk az Úr hegyére. Tehát miért vannak szentek a templomban? Mi az a kis piros valami, ami ott világít? Az nekünk, azt meg szokták mindig kérdezni a nem hívők, hogy mi az a piros valami, ami ott világít? Nekünk ez természetes, hogy az, jó, hát az az örökmény, és az miért világít? Azért, mert alatta van az oltári szentség. Mi az az oltári szentség? Hát most ezt mi használjuk? Hát kérlek, az a Jézus test. Ja, és akkor miről szól egy mise? Hát a mise az meg arról szól, hogy. És akkor mindent így el lehet mondani, így egyszerűen. És az is fontos, hogy nálunk például Pasaréten, de azt hiszem több helyen is, hogy nem csak a köveket mutatjuk meg, hanem az élő köveket is, tehát nálunk a beszélgetésekben három ilyen idegenvezetés lesz, mindig lesz egy ferences szerzetes, aki beszél magáról, hogy hát én így lettem szerzetes, ezért vagyok itt, ezt csinálom. Nálunk még az egyik ferences szerzetes Lajos testvér még hegedülni is fog. Szóval, hogy így, tehát fontos az, hogy ezek személyes találkozások legyenek, és ezeket az idegenvezetéseket többen csináljuk. Lesznek, akik fogadják a vendégeket, lesznek többen, akik mesélnek. Tehát szóval, hogy így fel vagyunk készülve arra, hogy jöjjenek. De valóban a hívőkön, akik hallgatnak minket, és rajtunk is sokat mondjuk, hogy meg tudjuk-e szólítani első lépésben a nem hívő barátainkat, hogy gyere el, várunk. Ezt mi ki is írtuk azért a templomunkra, Pasaréten, ez ki van írva, Nagy Molinón, Nyitott Templomok Napja, Arszakra, gyere be, várunk. És akkor szóval, hát azért ez fontos, ez a nyitottság. Egyfelől fontos, de hogy alapvetően tényleg ennyire erre van nagy szükség, tehát hogy miközben a hívők is egyre jobban elmaradoznak a templomokból, és most nem mondom, hogy nincs erre szükség. Én azt gondolom, hogy ez a keresztnek a vízszintű szára, hogy beöleljük a többi embert is, és az Arszakrának van egy másik függőleges szára, ami viszont az Isten kapcsolatot szeretné erősíteni és előtérbe hozni, mert a kultúránknak a mélyén ott van a hit, és az európai kultúra hitből nőtt ki. És tulajdonképpen, ha a hitből fakadó művészeti alkotásokra fókuszálunk, azt megmutatjuk,
akkor még mi nem tudunk hitet adni, de rá tudunk mutatni arra azt, hogy mi egymást szeretjük, hogy van karitász, az nem azért van, mert csak úgy van, hanem a Jézus Krisztus miatt van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ez a keresnek a függőleges szára, amire mutatunk az arszapránk belül. És egyébként, amit gondolok pont erre, hogy a hívő embereknek is néha egyébként vissza kell menni, adj a templomba járóknak ezekhez az alapokhoz, mert hogy mintha a hittani ismeretek elvesztek volna valahol, nem? Hát, tehát, teljesen jogos. Annak idején, amikor a Sapienciára jártam, hittantanár nevelőnek, akkor, és akkor itt mondok egy döbbenetes számot erre az eltűnően, én 20 évvel ezelőtt jártam, 150-en jártunk esti tagozatra, most megkérdeztem, esti tagozatra ugyanarra a szakra most 80-an járnak. Tehát szóval, hogy valóban van egyéni felelősségünk, de ez az egyéni felelősség ez arról szól, hogy nekem kell megerősítenem magamban ezt a belső dolgot, és tehát fejlődnöm kell, mert különben megmaradunk a gyerekhitben. Tehát tulajdonképpen ez a klasszikus szép szavunk, hogy kibérmálkozunk az egyházból, tehát gyakorlatilag magammal is tapasztaltam, hogy a gyerekhitünk határozza meg, és nem bántok senkit, de azt gondolom, hogy felnőtt keresztények sokaságát a gyerekhit határozza meg, mert utoljára a gyerekkorban képeztük. És ezért kell felnőtt korban adott esetben egy imakör, vagy elmenni a Sapienciára, vagy olvasni, vagy utána nézni és fejleszteni magunkat, mert különben nem alakul ki az erős belső Istenhez kötődő mag, és akkor valóban képtelenek leszünk. Hogyha saját magunkkal nem vagyunk tisztában, akkor nehéz azt mondani, hogy gyere, csatlakozz a mi csapatunkhoz, hiszen azt se tudom, hogy én hova tartozom. És egyébként az Arszakra Fesztiválról is azért ejtsünk szót, hiszen ez a műsor füzete azért nem csak a nyitott templomokkal van megtöltve. Nem csak vele, de viszont nagyon lényeges a nyitott templomok, mert ugye az egész Arszakra a Városmissziónak a gyümölcseként született meg, és egy missziós fesztivál, tehát az összes művészeti alkotást azért mutatjuk föl, hogy felmutassuk azokat az értékeket, amik örök értékek, amik az Istenhez vezethetnek bennünket. Kvázi akkor ez a hat templom városmissziós feladatot fog most ellátni, felevelítitek így a kezdeteket? Hát egyértelműen én elmentem Bíboros úrhoz, és megkérdeztem, hogy mi a véleménye így az Arszakra jövőjéről, mert most már nagykorú lett, 18 éves. Boldog születésnapot. És hogy mit lát, és többek között azt mondta, hogy kanyarodjunk egy kicsit vissza a misszióhoz, és akkor kértem Zsoltot, meg Sajgó Szabolcs atyát, meg az Élőkövek közösség vezetőjét, meg még néhány embert, Szabó Zsófit a Mária úttól, hogy gondolkozzunk együtt, hogy mit lehetne csinálni, és ennek a gyümölcse ez, hogy most csinálunk egy ilyen mintát erről a hat kiemelt templommal, és jövőre Zsoltnak van egy nagy koncepciója, hogy tulajdonképpen ezt a nyitott templomok napját két ember is meg tudja szervezni, úgyhogy ezt szerintem ezt mondd el te, hogy... Igen, ez a tesztüzemmód. Tehát azt mondjuk, ez a tesztüzemmód, összegyűjtjük a pozitív és a esetleg negatív tapasztalatokat is a szervezésben, mindenben, ezen a hat templomon, és abban maradtunk, hogy jövőre ezt kiterjesztenénk egy országos akcióvá, ahol az ország összes temploma tud csatlakozni, és gyakorlatilag, hát most egy ilyen nagyon csúnya kifejezést fogok használni, ez a franchise, tehát tulajdonképpen, hogy mi előre megadjuk azt a szervezeti modellt, hogy hogyan kell egy templomba kettő darab embernek hogyan tudja ezt megszervezni, működtetni, akkor is, ha például nincs ott pap, mert a pap 10 templomot lát el, hogyan tudják egy napra 4 órára kinyitni a templomot, tartani egy idegenvezetést, egy beszélgetést, hogyan válhat ez nyitottá, és azért az szerintem egy erős pillanat lesz az egyházunk életében, hogyha 1000 fölötti templom egy nap kinyitja a kapuját, és azt mondja, hogy na most gyere, bárki bejöhet, és most beszélünk veletek, kedves nem hívő barátaink, és hogy mindenre válaszolunk, és mindent megmutatunk nektek a mi titkainkról, és hogy lássátok meg a valós egyházat, és ne csak a médián keresztül szemléltek minket. Tehát most ez egy próbaüzemmód, és jövőre belevágunk a nagyba. De azért vannak most is vidéki helyszínek a nyitott templomok napjához csatlakozva. Hogyne, rengeteg vidéki helyszín van, sőt Kárpát-medencében is több helyszín van, és
például Miskolcot kiemelném, akik tavaly is fantasztikusak voltak, Nagyszebben idén is, tehát ott külön sajtótájékoztatót tartottak, 4 nyelvű honlapot csináltak, úgyhogy terveim szerint majd személyesen is le fogok menni. Most nem voltam, de le fogok menni esetleg máshova, és keresek olyan embert, aki az egész erdélyi arcszakrát össze tudja fogni, hogy ne csak ez a dél-erdélyi régió legyen, hanem a többiek is, akik ott szerveznek programokat, az egybe kezelhető legyen. És az a kis itiner, amiről Zsolt beszélt, hogy 2 ember elkezdhet imádkozni egy legkisebb faluban is, és a nyitott templomok napján, ha csak 2 órára kinyitják a templomokat, és abban a kis itinerben meghatározzuk, hogy mi az, amit lehet. Mert van olyan ember, aki ezt nagyon szívesen csinálná, csak nincs hozzá gondolat, vagy nincs mersze, hogy mi lesz velem, ha egész nap nyit. Nem kell egész nap, 2 órára elég, ha nyitva vagy, és hogyha már egy kicsit kialakul, akkor lassan ez majd növekedni fog. Az a csodálatos, én azt veszem észre, már a jelenlegi programból is azért több száz település van, szóval csak neveket mondok, Kardoskút, Karát, Szokolya, Abasár, tehát például Abasár, most azért emelem ki, mert ők külön szerveztek már pasió játékot is, és kialakult ott egy nagyon erős közösség, aki aztán arszakrát is szervez, pasiót is szervez, és tulajdonképpen egy idő után meghatározza a településnek a kulturális életét. Tehát ez csodálatos. És azt látjuk, hogy minden településen van 1, 2, 3 ember, akiket akár a templom vagy ez a program tud összehozni. Lehet, hogy nem tudtak egymásról, de az arszakra összehozta őket, vagy egy passiójáték szervezés összehozta őket, és már megszületik a közösség. Tehát igazából, ahogy Jézus tanítása is ezt mondta, és Jézus is ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy nem magányos harcosok klubját teremtette meg, hanem 12 tanítványt, 72-t hívott. Tulajdonképpen mi is mai követőiként ezt csináljuk az arszakra és a nyitott templomok napja, hogy megpróbálunk közösségeket teremteni és létrehozni, mert a közösség tartja életben a hitet. Magányos hősökként gyakran elbukhatunk és elfáradhatunk, pihenni is kell, az rendben van, de ha létrejön egy közösség, akkor az mindig, hogyha az egyik tag fáradt, akkor is viszi tovább a dolgot. És hát hogy lehet 18 év, azért ez egy hihetetlen idő. Hát, szerelem gyerek ez az arcakra, hogy ez azért megy. Majd meglátjuk, és különben pedig, ahogy ki is írtuk nagy plakátunkra, hogy főtámogatunk a Szentlélek, tehát mindig keressük, hogy merre tovább, hogy akarja, nem akarja. Tehát ha akarja, az Úr akkor lesz. És hogyha akarja, akkor közvetítjük is a megnyitót. Köszönjük ami szépen. Mikor is lesz? Szeptember 13-án, 15 órakor. Szokásos helyszínen. Szokásos. Ugye a Magyar Nemzeti Múzeumban, igen. De nagyon szerényen fogalmazott a Márta, hogy szerelemgyerek, de a szerelemgyerek, mert azért tényleg szerelem kell, meg szeretet, meg a lelkek találkozása. Én azt látom a Mártáik és a kollégái munkáját látva, hogy itt egy nagyon erős, imádságos háttér van. Tehát van egy nagyon erős lelki alap. Tehát a mi várainkat, azt valóban a sziklára úgy lehet építeni, a mi sziklánk a Jézus és a Szentlélek. Tehát nem kell nagyon nagyra, vagy az hú, nem, nincs meg ez, hú, nincs hozzá elég pénzünk, hú, nincs színpad, nincs nem tudom én valami. Nem, ezek nem fontosak. Tehát egyszerűen csak az ima, az megteremtheti a kellő alapot arra, hogy én létrehozzak valamit. És hogy Henri Bulád szoktam mindig idézni, mert az ő tanítása, hogy az a kulcsmondat, hogy mától többet ne így legyen, hanem mától így legyen. És egy ember elég a változásokhoz. Nézzük meg Jézust. Igaz, hogy az Isten fia volt, de mi is rokonságban vagyunk vele. Tehát ez a talentum, ez megvan mindegyikünkben. Sokan szerintem azzal küzdünk, hogy félszek van. Nem merek elindulni egyedül. Mit fognak szólni, ha én elkezdek valamit szervezni? Jaj, de ciki, elbukok, nem. Nem, 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 nem. Isten ott van velem, ott van bennem, és egyszerűen csak össze kell vele kapcsolódni. Ha megvan az összekapcsolódás, akkor vele együtt már ezek a félelmek, ezek kételyek mindig lesznek, de azok nagyon jók, mert azok építik a dolgot, mindig rá kell kérdezni, jót csinálunk? Nem sem? De a félelmek azok elpárolognak, ha Jézussal össze tudok kapcsolódni, és akkor is elpárolognak, hogyha 3-an vagyunk.
És akkor már rögtön a másik kettővel meg lehet osztani, hogy te most ez jó út vagy nem. Tehát a Márta is, amikor kitalál egy ötletet, akkor mindig összehív 4-5-6 embert, és akkor elkezdünk beszélgetni. Tehát ott születnek meg a gondolatok. Egyedül nehéz. Egyedül is megszületik, de társakat kell mindig behívni hozzá. Az igazság békét teremt, az az idei mottónk, és tulajdonképpen, amit mondott Zsolt, tehát Székely Jánost idézem, hogy mi az igazság? Az igazság az az isteni rend és harmónia, ami bele van teremtve a világba, és hogyha azt keressük, az isteni rendet és harmóniát, ami bele van teremtve a világba, akkor béke lesz. És tulajdonképpen az egész arszakrában mindig azt keressük, hol az isteni rend és harmónia, és hol az igazság, és mindig azt keressük együtt és közösen. Tehát a kedves nézőknek azt tudjuk üzenni, hogy most még nem kell felvenni a telefont, de gondolkodjanak, de mondjuk egy órán belül hívják fel egy nem hívő barátjukat, és mondják, hogy képzeljétek, ez szeptember 14-én lesz a nyitott templomok napja, menjenek fel az Arszakra honlapjára, beütik, hogy arszakra.hu, és ott kírja a 6 templomot, és valahol hívják el, és mondják el, hogy fú, ha kíváncsi vagy az egyházra, hogy ezek mit csinálnak, akkor menj el, nézd meg, és akkor ezek el fogják mondani. De ez most csak a budapesti. Ez csak a budapesti, de a vidékiek megnézzék, ott is ugyanaz. Nyitott templom, sok helyen van, 80. És rá fog csodálkozni, hogy a saját településen is van program. Az a gyönyörű. Tehát abszolút. Vagy a legközelebbi településen. Így van, és akkor még utána egész héten pedig tart az Arszakra Fesztivál, úgyhogy részt vehetnek számos programon is, de mindenképpen a nyitott templomok napját senki ne hagyja ki, ha teheti. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hát majd még hallunk ezekről a nagyszerű programokról. Remélem, mindenki, aki teheti, pedig vegyen részt. arszakra.hu